A díszhangversenyt a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége és Naszladi Judit, a Szekszárdi Garai János Gimnázium mesterpedagógus énektanára rendezte. A Bárdos Lajos zenei hetek keretében megvalósuló éneklő ifjúság mozgalom országos hírű. Most ebben az évben már nem a Bárdos Lajos zenei hetek keretében valósul meg. 2017-ben indult útjára, sok-sok segítséggel, támogatóval, és nagyon sok olyan kollega van, nem csak Tolna vármegyében, hanem a környező megyékben, akik fontosnak tartják, hogy énekeljenek a gyerekek. Így kezdetek óta regionális éneklő ifjúság díszhangversenyről beszélünk. 14 kórus érkezett, ebből 5 kórus középiskolai, a többi általános iskolai, és mivel nemzetiségi minősítést is kérnek a kedves kollégák, ezért akkor 4 tagú a zsűri, mindenkit a Kóta, a Magyar Kórusok és Zenekarok Országos Szövetsége delegált, a szakmai vezetője a zsűrinek, Kertész Attila Lisztdíjas karnagy. Én azt szeretném, hogy jó ízű éneklés legyen, ne arra gondoljanak, hogy úgy kell teljesíteni, hogy kötelező valamit elérni, hanem szívből és örömmel énekeljenek a gyerekek, és erre gondoljanak vissza hosszú sokáig. Kertész Attila Lisztdíjas karnagy kiemelte a hagyományok megőrzésének fontosságát. Bács-Kiskun vármegyéből is van itt kórus, Bajáról, méghozzá 3, tehát az utóbbi időben más megyékből is jöttek, sajnos most Baranya megyéből nem jött, úgyhogy ez is színesíti a dolgot, mind általános iskolai vonalon, mind pedig középiskolás vonalon. A másik alapvető dolog, amit figyeltem a műsorokat, megköszönve majd kórusoknak, hogy ugye Bárdos Lajos 125 éves születési évfordulója van, Szőnyi Erzsébet 100 éves, és Daróczi Bárdos Tamás 5 éves halál évfordulója, és több kórus énekel ezektől a szerzőktől, tiszteletből, tehát ez is egy nagyszerű dolog. Arra számít az ember, hogy évek, ahogy telnek az évek, és azért próbálunk szigorúan zsűrizni, de emberségesen, hogy javul a színvonal. Tehát mindig az ember várja, meg szoktam ilyenkor nézni az elmúlt évi, hogy mit írtam a kórusokról, és aztán várja az ember, hogy van előrelépés. Reméljük, hogy lesz előrelépés. Leginkább nagyon, nagyon fontos a tiszta éneklés, azon kívül pedig az arcoknak a figyelése, hogy a gyerekek, a diákok mennyire élvezik azt, amit csinálnak, és hát nagyon fontos, hogy a karnagy kollégák milyen műsort állítanak össze, könnyebb, vidámabb, súlyosabb műveknek a válogatása alapján is tudunk értékelni. Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója Naszladi Juditot méltatta. Van ennek a rendezvénynek egy lelke, motorja, így szoktuk őt hívni, és ő ezért nem sértődik meg, úgyhogy ezúton is szeretném Naszladi Judit tanárnő nevét kiemelni, hiszen ő az, aki annak idején a 70-es évek, 80-as években ezt a szekszárdi rendezvényt elindító Gercse József tanár úrtól átvette, és az utóbbi 6-7 évben egy igazi nemzetközi színvonalú kórusfesztivállá fejlesztette. Én azt gondolom, nem is a szervezés igazából a nehéz, sokkal inkább azt mondanám, hogy rendkívüli örömteli tény, hogy a mai eldigitalizált világban még mindig ilyen hatalmas szerepe és ilyen felszabadító ereje van a közös éneklésnek. Az, hogy ma itt 500 gyermeket, hiszen ők általános iskolából érkeztek ebből a 14 településről. Az, hogy ilyen sok gyereket a mai napig is megmozgat, megérinti a lelkét, az a közösségi érzés, amit egy csodálatos népdal vagy egy mások által ismert darab előadása követhet, azt gondolom, az egy fantasztikus történet. Ezzel tudjuk a hagyományainkat, a zenei nevelést igazából népszerűvé tenni, és ez egy igazi közösségi érzést varázsol a gyermekek lelkében is.